A hagyományokhoz hülyen Cserpakovics András polgármester megváltotta a színház bérletét a következő szezonra, majd városunk kulturális életének prominens személyisége és szakmai vezetőinek tájékoztatóján megtudhattuk, milyen tervekkel vágnak neki az új évadnak az intézmények. A városvezető köszöntőjében hangsúlyozta, Székesfehérvár továbbra is kiemelten támogatja a kultúrát. Székesfehérvár önkormányzata büszke arra, hogy kulturális intézményeket tart fönn, és a jövőben is úgy tervezzük, hogy a fenntartók továbbra is mi leszünk, és mi önkormányzat tartjuk fönn a kultúrának a legfontosabb intézményeit, nem csak Fehérvár vonatkozásában, hanem a régió tekintetében is, hiszen ezek a intézményeink meghatározóak a magyar és azon belül a regionális kulturális életben is. Külön köszöntöm és örülök annak, hogy a Diákszínház irányába is újabb és jelentős és meg korábban megígért lépést tudunk tenni. Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója megerősítette, az új évadban is lesz Atlantis program, lesznek rendhagyó irodalomórák, színházi beavatók, és lesz Biblia felolvasó est is, illetve a hagyományos színházi előadásokon túl a Teddy Diákszínpad és a Fehér Holló Diákszínpad előadását is láthatjuk. Emellett természetesen folytatódik a város kulturális intézményeinek műsorsorozata is. A következő évad során folytatjuk azt, amit tavaly elkezdtünk. Arsz Régia bérletnek neveztük el a város különböző kulturális előadó művész intézményeinek összefogását reprezentáló különleges bérletsorozatot, amely idén megújul, új tartalommal várja a nézőket. A sajtótájékoztatón a rendezők, Bagó Bertalan, Horváth Csaba és Telihai Péter gondolataival megismerhettük a színházi évad darabjait, majd a társkulturális intézmények vezetői, Ruf Tamás, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház és Majoros Róbert, az Alba Régia Néptánc Együttes képviseletében számoltak be évad terveikről.